A bányatavak azért veszélyesek, mert kiszámíthatatlan mederviszonyokkal rendelkeznek, hiszen ezekből a tavakból általában hatalmas markolókkal vájták ki a kavicsot, emiatt óriási lyukak vannak a meder alján, és nagyon hirtelen mélyülnek. Ezért arra sem lehet számítani, hogyha valaki beindul a tóba, szépen lassan, fokozatosan fog mélyülni a víz, mint a Balatonban vagy a Tiszatónál. A fürdőző egyik pillanatról a másikra egy függőleges falnál találhatja magát, és ha erre nincs felkészülve, pillanatok alatt elmerülhet. Hát mindenképpen a szabadvízű fürdőzés során a kijelölt szabadvízű strandokat válasszuk. Ezeket a helyeket szakemberek vizsgálják meg, és ezeken a területeken biztonságos a fürdőzés. Ezeken túl a vízijármű vezetők nem számítanak fürdőző személyekre, és ez könnyen balesethez vezethet. Az Égedő-Tisza folyót semmiképp ne ússzuk át, ne fürödjünk a folyóban, itt is intenzív vízi közlekedés zajlik. Ugye általános jó tanácsok, felhevültesre ne ugorjunk a vízbe, ismeretlen helyen ne ugráljunk, itt potenciális veszélyforrása a vízibicikli, amely fürdőeszköznek minősül, és ezekről se történjen az ugrálás, és ne hagyjuk el a fürdő hely területét, mert nem vízijármű, hanem vízi sporteszköz. Az engedély nélküli tiltott helyen történő fürdőzést helyszínbírsággal szankcionáljuk, és élünk is ezzel a lehetőséggel minden esetben. Minden szolgálat során ellenőrizzük a fürdőzés szabályait. Itt nagyon veszélyes, hirtelen alakulnak ki viharok. Mindenképp a fürdőzők figyeljék a viharjelző rendszert, a tornyokat, és ha másodfokú viharjelzés lép életbe, a tornyok sűrűn villognak sárga fénnyel, akkor azonnal el kell hagyni a vízterületet. A másik legfontosabb ok, amiért ezek a képződmények különösen veszélyesek, az a mélységéből adódóan a víz hőmérsékletbeli jelentős eltérése. Mindenképp tanácsoljuk, hogy alkoholos állapotban ne fürödjünk, teli gyomorra szintén ne fürödjünk, ismeretlen helyen ne ugráljunk a vízbe, a csúszdás vízibicikliről ne csúszunk olyan helyen, amelyeket nem ismerünk, és fogadjuk meg a strandüzemeltetők tanácsait, hogy ezekkel a fürdőeszközökkel ne hagyjuk el a strand területét, mert ez kimondottan csak a strand területén használhatóak ezek az eszközök. Jellemzően bajba kerülnek ezek a vízibiciklivel közlekedő személyek, mindenképpen visszakísérjük őket, ha találkozunk velük strandokon kívül, visszakísérjük őket a kiindulási helyükre a szabad strand területére. Egy bányató átlagos mélység a legtöbb esetben lényegesen meghaladja 10 métert, ezért könnyen elképzelhető, hogy a felső rétegben nagyon kellemes hőérzet mellett úszhat a strandoló, míg nem valamiért lejjebb engedi a lábát, és mondjuk 1 méter 60 centiméter mélyen már akár 10 fokkal is hidegebb lehet a víz.